Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Nos, egy könyvet tartok a kezemben, ami azt hiszem, hogy egy fantasztikus kiadvány, a Nemzeti Értékek könyvsorozat része. Megy piros mezben 1902-től 2019-ig a magyar labdarúgó válogatottak névsorát, illetve rövid bemutatását tartalmaz a két fantasztikus kolléga, Dénes Tamás és Drusztus Imre, sportújságírók, futballtörténészek kötete ez. Én azt gondolom, hogy ez egy kuriózum, fantasztikus. Én szívből örülök, hogy ez megjelenhetett, és szívből örülök annak is, hogy egy olyan vendéget köszönthetek, aki természetesen szerepel ebben a könyvben, hiszen vendégem Tíber László. Szervusz, Lacikám. Szevasz, jó napot kívánok. Örülök, hogy itt vagy velünk. Kedves nézőknek. Mint ahogy természetesen lehetnénk itt 42-en, hiszen eddig, mindez idáig a Videóton labdarúgók Fejes Gábortól a végéig Kovács Istvánik, ha úgy tetszik, a Videóton futballisták, a piros-kék színnek képviselő is megy piros mezben szerepeltek. De most te vagy itt nekünk, mert ez nagyon-nagyon fontos számomra, és én azt hiszem, hogy amikor erről a könyvről kell, hogy beszéljünk, akkor egy kicsit először a magad, a saját labdarúgó pályafutásodról kell, hogy szó essék, utána pedig megemlékezünk mindazokról, akikkel együtt játszottál, akik nagyon sokat tettek a címeres mezért, a magyar színekért. Nos, hát igen, a te pályafutásod különleges pályafutás, hiszen Sárszentmihályon születtél, azt tudjuk, viszont Maroshegyen nőttél fel, és az egy csoda pillanat lehetett. Én még emlékszem rá, és még most is valahol van nyoma, hogy a maroshegyi színeket képviselő csapat, most ugye ott van a piac, ott egy fantasztikus grund volt az állatkórház helyén, és hát maroshegyi srácok ott nőttek fel, nagyon-nagyon sokan, akik nagyon sokat tettek a magyar futballért. No, az ideje korán kiderült, hogy te nagyon ügyes, nagyon tehetséges vagy, és nyilvánvaló, hogy neked a futballpályán van a helyed. De hogy történt így röviden? Hát igazándiból, ahogy mondottad is, a mai állatkórház helyén és gyakorlatilag a vásártéren nőttünk fel, miután ott laktam a Hátszegi utcában. Gyakorlatilag nagyon sok kiváló játékos került ki Maroshegyről, a teljesség igénye nélkül a mesterek, a Bátor Feri, a Réti, a Toldi Nándi. Tehát mind olyan futballisták, akik NB3-as szintig, NB2-ig és többen ugye NB1-ig is eljutottak. És ugye a közeg adva volt, iskola előtt, közben, után a vásártér volt a futball otthonunk, ahol napestig rúgtuk a labdát, majd 11 éves koromban elmentem a Videóton tehetségkutató bemutatkozására, ami a Videóton gyárterületén lévő Berényi úti sporttelep volt. Azért csak 11 éves kortól, mert abban az időben, a 60-as években ugye nem 5 éves kortól választották ki a gyerekeket sajnos, mint most, hanem 11 év volt az első korosztály, akik szervezetten futballozhattak. És így kerültem a VT Vasas IFI-be. A Kőlajos akkor már egy éve ott futballozott, miután ő egy évvel idősebb volt, és kiváló csapattársak közé kerültem. És az első törés ott volt az életemben, amikor 14 éves koromban eljöttem a VT Vasastól bizonyos magánéleti és tanulási okok miatt, és a Székesfehérvári Spartakuszba, ami szintén ott volt a vásártér végében, most a MOL-Fehérvár utánpótlás központja. Hát ez egy legendás időszak volt, hiszen az IFI-ben több mint 110 gólt lőttél, ezt ma már elképzelhetetlen, a igen. Felnőtt csapatban 16 esztendősen pedig 50-et. 47 volt, igen. De én 50-et mondok, az, nem csak azért, mert szebb szám.
Viszont nyilvánvaló volt, hogy nem a Spariban van a helyet, függetlenül attól, hogy megyei első osztályú csapat volt. Akkor egyébként még emlékezünk csak gyorsan vissza, legalább 6 megyei első osztályú csapat csak volt Székesfehérváron. Csak Székesfehérváron. És rengeteg tehetség indult a megyei első osztályú csapatokból. Viszont a MÁV előre ott volt. És még MB3-ban, de aztán az MB2-es osztályozó is volt. Itt azt gondolom, hogy a MÁV előrében lehetett erősödni. És itt nem hagyhatjuk ki egyébként ebből a felsorolásból Csiszár Guszti bácsit. Hiszen Csiszár István, ma már nagy sajnos méltatlanul keveset beszélünk róla, de legalább 50 első osztályú, vagy még több első osztályú futballistát köszönhet neki a Videoton, illetve a MÁV előre. Pontosan így van, és számtalan válogatott játékost talált meg. Gyakorlatilag ő a korát megelőzte, most úgy hívják ezt a szakmát, hogy menedzser. És nem derogált neki felülni a buszra, hogyha hallotta, hogy Nyíregyházán, vagy éppen Debrecenben, vagy Szombathelyen egy ifjúsági torna van, felült a vonatra és a buszra, és elment, és nézte a tehetségeket, a 13-14 éves tehetségeket, akik pályaválasztás előtt álltak, tehát még a 8-at nem járták ki, és hatalmas meggyőző képessége volt, nagyon jó szeme, és a tehetségeket nagyon nagy százalékban ki tudta választani. Hiszen ne feledjük, hogy a Guszti bácsinak köszönhetjük a díszcivéreket, Petyát és Lacikát, hiszen őt Bajáról hozta, Vadász Imit a Sárbogárd környékéről. Májer Lajos, Májer Lajos, Csongrádi Ferit. Csongrádi Ferit, tehát mindenki valahonnét érkezett, Porogi Lajosék, ez igen. A csapat. Viszont eljött az az időszak, hogy egy fiatal feltörekvő tehetség, amikor már bizonyított, akkor be kell vonulni a katonának. Ugye te a Kossuth KFS-ében voltál katona, és az is egy legendás történet lehet, annál is inkább, hiszen Budai Laci bácsi volt a mestered, az aranycsapat jobb szélsője. Azt hiszem, hogy egy egészen kiváló edzőt ismerhettünk meg benne. Így van, de bocsánat, előtte én a Székesfehérvári MÁV előrében MB2-ben játszottam egy évet, úgyhogy a megyei első osztályú Spartakuszból mentem. Oda gyakorlatilag 18 évesen minden komolyabb futball előélet nélkül. Viszont talán szerénytelenség nélkül a tehetségem bizonyítja, hogy nem csak standard játékos lettem, hanem az első MB2-es évenben 18 gólt rúgtam, és 5-6 MB1-es csapat keresett meg akkor, többek között a Ferencváros is. De nem mentél, hála Istennek. Így, nem mentem. A Kőlajossal együtt akartak leigazolni bennünket, mint ugye köztudott a Kőlajos kiválta az egy évet, őt nem adta ki a VT-vas, és engem nem adott ki a MÁV előre, és így én azt mondtam, hogy nem várok ki 18 évesen egy évet, a Kőlajos kivárta, lett belőle az, ami lett, magas szintig eljutott, és a Kossuth KFS-ében a honvédségnél megtudták, hogy semmit, sem a Fradi, sem a MÁV előre korban indokolt volt a bevonultatásom, és 1969. február 13-ára megkaptam a behívót Szentendrére. És akkor se nem Fradi, se nem MÁV előre, hanem bevonultam sorkatonai szolgálatra Szentendrére, ahol az előbb említett Budai Laci bácsi, a legendás aranycsapat jobb szélsője volt az edző, és kiváló, szintén MB2-es csapat volt akkor. Ugyanakkor utána megjött a Honvéd. Ráadásul egy olyan időszakban, amikor még játszott Tihi Lajos, Kocsis Lajos, sokan, akiket ma már legendaként említünk. Így van. Egy fél évet játszottam, pontosabban 71. februártól októberig játszottam a Kossuth KFS-ében, ott sem mehetett nagyon rosszul a játék, hogyha nekem is és a csapatnak ismert
a Pintér Sanyival együtt, aki aztán sokszoros válogatott lett a Kispestben, bekerültünk a Nagy Honvédba, ahol az általad említett legendás játékosok futballoztak a teljesség igénye nélkül, egy Komoratu, Singer, Vági, Marosi, Pusztai, Kozma Misi, tehát olyan kiváló futballisták, hogy beleborsózik a hátam, amikor belegondolok, hogy egy Tihi Lajos, aki éveket futballozott a Puskásék generációjában, és én tudtam vele bajnoki mérkőzést játszani, valami csoda volt. Aztán leszereltél Máv előre, tehát hazajöttél, Kékfehérbe öltöztél, de akkor már szerintem biztos volt, hogy elindult a Videóton felfelé, ráadásul remek szakvezetőkkel, hogy nem fogsz sokat a Máv előrében játszani, hanem a Videóton a te helyed. Már csak azért is, mert akkor volt egy olyan futballtörvény, vagy honvédségi törvény, hogy a leszerelt futballistának ahhoz a klubhoz kell visszamenni, ahonnan bevonult. És miután én a Máv előréből vonultam be, 71 februárban leszereltem, és fél évre a Máv előrébe vissza kellett mennem, akik akkor NB1-esek voltak, mert ugye mielőtt én bevonultam, NB2-ben megnyertük a bajnokságot, és akkor még az NB1 és az NB2 között volt egy kvázi egy másik bajnokság, azt úgy hívták, hogy NB1B, és viszont annyira rosszul szerepelt a csapat, hogy 71-ben, amikor egy fél évet játszottam, akkora hátránnyal bírtunk, hogy játszottam 15 meccset, lőttem 12-13 gólt, de ez is kevés volt ahhoz, hogy megragadjunk az NB1-ben. És akkor már figyeltek a Videóton vezetői, még akkor a megboldogult Kovács Imre volt az edző fél évig, és az ő invitálására, illetve a Videóton vezetők, Bencsik Pista bácsi, Dérfalvi Imre bácsi ajánlására kerestek meg, és így 71 nyarán kerültem a Videótonba, és 12 évet, gyönyörű 12 évet töltöttem a Videótonban. Erre az időszakra esik a csoda. Ugye már számtalanszor beszéltünk arról, hogy elvette Münc a 75-76-os bajnokcsapattól a bajnoki címet a Üllői úton, de nem is ez a fontos, hanem ott egy legendás csapat, akiket köszönhetünk itt Megypiros mezben is a többségüket, hiszen fejből kéne sorolnia egyébként minden fehérvári futballrajongónak, hogy Kovács Laci, Nagyhárom, Kovács Józsi, Fejesvég, Karsai, Burcsa, Csongrádi, Nagykettő, Májer, Volek, Tíber, Szalmási, Ceceli, Garamvölgyi, Kuti, nem sorolom tovább, de fejből kéne ezt tudnia mindenkinek. Igen. És bizony Kovács Feri bácsi irányítása alatt ez egy csoda csapat volt. Igen, úgy gondolom, hogy ez a folyamat már akkor elkezdődött 1971-72 körül, amikor 71 őszén jött ide a Kovács Feri bácsi, és akkor úgy játéktudásban, mint életkorban kezdett körvonalazódni egy nagyon jó csapatnak a jövőképe. Tehát ideális 22-23 éves játékosok alkották akkor a csapatot, és 76-ra lettünk 24-25 évesek, 26 ideális labdarúgó korban voltunk, és akkor érett be először az a csapat, és hogyha nincs ez a politikai malőr, amit ugye minden sportrajongó ismer, akkor ugye a Nyilasi Tibivel nagyon sokat találkozom Balaton akaratján nyaranként, és mindig szóba kerül az az időszak, és őszintén bevallja minden alkalommal, hogy azokban az években nem volt nálunk jobb csapat. Most logikus lenne, hogy a válogatottságaidról beszéljünk, hiszen ez nagyon fontos, hiszen ezért jöttünk. Ugyanakkor azért menjünk végig a pályafutásodon, és akkor utána visszatérünk erre, mert hogy jött egy olyan időszak, ami méltatlan volt. Én azt gondolom, hogy amikor Siófokra kerültél áldott emlékű Szőke Miki bácsi hívására, hiszen Szőke Miklós, akivel egyébként a Videótoni ifjúsági csapat először nyert bajnokságot, ugye 1976-ban, az méltatlan volt egy kicsit. Tehát erről essék szó, ugyanakkor az MNK győzelem, meg a sok-sok barát, akit Siófokon szereztél, azt hiszem mindenért kárpótolt. Igen, akkor
ez ugye 1982-ben volt, amikor én már 33. életévenbe léptem, ugyanakkor szerintem semmit nem veszítettem a gyorsaságomból, a gólérzékenységemből, viszont az a generáció, akivel én ott felnőttem, már nem játszottak a klubban. A Karsalöci elment, Fejes Gabi abba hagyta, Kovács Józsi akkor már Újpesten futballozott, tehát az én generációmból én maradtam, aki korban egy kicsit eltávolodtam a későbbi generációhoz, az 58-59-es születésűektől, a Borsányitól, a Horváth Gabitól, Vadász Imitől, és ugye volt ez a nagy négyes, az 56-os születésűek, Májer, Szabó, Csongrádi, Vég, Tibi. Tehát tőlük is 7 évvel voltam idősebb, ugyanakkor szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy nem lógtam ki. Világos, és Kovács Laci ugye meg Burcsa Győző Győrbe ment, Verebeshez, tehát szétesett az a csapat. Viszont az MNK siker nagyon sokat, tehát másodosztályú csapatként magyar kupát nyerni, az egy csoda. Így van, akkor ez nagyon jókor jött a Szőke Mikinek a hívása, mert ugye családos emberként két kicsi gyerekkel ugye nem akartam nagyon eltávolodni Székesfehérvártól, ugyan voltak megkereséseim a Tiszántúlról is több csapat, ugyanakkor én szerettem volna itt maradni Fehérvár közelében, és ez nagyon jól jött, még egyszer mondom, a Miklósnak a megkeresése, és így kerültem 1982 őszén Siófokra, ahol mondhatom, hogy csodálatos 4 évet töltöttünk. 2 évet játszottunk MB2-ben, de ott is csak azért 2-t, mert már az első évben felkerülhettünk volna, mert sajnálatos módon 2-3 játékosunk belekerült az ominózus bunda botrányba, és így annyi pontot vettek el tőlünk, hogy nem tudtunk felkerülni. Ugyanakkor a 3. évben már semmi nem akadályozott meg bennünket, hogy felkerüljünk MB1-be. Ugyanakkor előtte, meg ugye azóta sem megdöntött eredményt értünk el, hogy nem MB1-es csapatként megnyertük akkor még Magyar Népköztársasági Kupát. Sem előtte, sem utána nem volt alacsonyabb osztályú csapat, aki elérte volna ezt a sikert. Nos, akkor most visszatérhetünk a válogatottságra. 2 megjegyzést. Kalocsai Géza, akit szintén keveset említenek ma már, de egy legendás futballszakember volt, ő azt mondta szó szerint, ugye ez címlapon volt a Képesportban, a régi Képesportban, hogy én Tibert mindig betenném a válogatottba. Ez az első válogatott meccsed után mondta egyébként, ahol gólt lőttél, ugye, meg a másodikon is. És emellett pedig Szepesi Gyuri bácsi, akit szintén nagyon értett a futballhoz, nem véletlenül volt rádió riporterként a 12. magyar játékos a bármelyik válogatott meccs közvetítése akár, ő azt mondja, hogy nem 2-szer, hanem minimum 52-szer kellett volna. Hogy alakult a válogatott pályafutásod? Tudjuk, hogy az egy olyan időszak volt, hogy fantasztikus egyéniségek voltak, és ráadásul szárnyalt az Újpest, szárnyalt a Fradi, jó volt a Vasas, jó volt a Honvéd, és általában azt szoktuk meg, azt láttuk, mi itt vidéken élők, televíziónézők, népsportot olvasók, hogy többnyire a fővárosi csapatokból válogattak a szövetségi kapitányok. Ez így igaz. Akkor még racionálisabban megvolt az ellentét a vidék és a budapesti csapatok között. Ugye számtalan példát tudnék mondani, hogy milyen kiváló futballisták voltak vidéken, csak a teljesség igénye nélkül mondom egy Halmosi Zoli, vagy megnézzük a Salgótarján nagy középpályás, a Szarai Répás, Básti. Kiváló futballisták voltak, és csak egy-egy alkalommal jutottak szóhoz, vagy egy Szabó Gyuri a Tatabányába, egyszeres válogatott csapokkal, ugyanúgy néhányszor oda került, világbajnokságon is volt, de méltatlanul keveset voltak válogatottak a képességeikhez mérten. Hogy fogadtad a behívót, a meghívót, hiszen az egy áttörés egy futballista számára. Hát igen, csak én még akkor is szkeptikus voltam, hogy biztos, hogy meghívtak. 29 éves voltam már. Tehát, ha úgy tetszik, túl a pályafutásod zenitjén, bár ez nem igaz, hiszen a Siófokon is azért. Tehát azért működött a dolog. Igen, csak ugye
teljesen jogosan teszem hozzá, miattam az én életvitelem, magánéletem, futballhoz való hozzáállásom, vagy nem hozzáállásom miatt kerültem 29 évesen újra szemelél a látókörben, mert már 19 évesen, amikor a Kispestbe futballoztam katonalétemre, akkor szóba került a nevem a válogatottba, és akkor a Hoffer József volt a szövetségi kapitány, és ajánlották edzők és szakemberek a nevem, és teljesen jogosan azt mondta, hogy hogy hívhatnám meg a válogatottba, amikor a Honvédba is csak epizódista vagyok, néhány szor szerepeltem a Honvédba, de akkor már láttak bennem valamit, hogy talán nem lehetek annyira ügyetlen rossz futballista, és amire újra szóba kerültem, tehát 29 évesen, ahhoz sok évet kellett, mondhatom, hogy kiváló játékkal eltöltenem a Videótonban, és a Videótonnak is úgy kellett szerepelni, hogy szóba kerüljek az argentinai világbajnokság után, holott a bőkeretben már az argentinai világbajnokságra is szóba kerültem. Ugye 78-at írtunk. 78-at írunk akkor, és miután ott leszerepelt Argentinában a válogatott, így új szövetségi kapitány lett a Baróti Lajos bácsi helyett a Kovács Feri bácsi, aki nekem ugye 5 éven keresztül edzőm volt, 72-től 77-ig a Videótonban. Emlékezett rám, meg olvasott rólam, és a megújult válogatottban, az Európa bajnoki selejtezőkre készültünk, meghívott a keretbe, és borzasztó jól esett válaszolva. Igen, ha azt nézzük, hogy ugye már a Fenyvesi korszak, hiszen Fenyvesi volt akkoriban a balszélső, amit előtte említettél, meg sok mindenki más, de hogy jobblábas létedre, akkor még vonalszélsők voltak nagyjából, tehát center a 4-3-3-as rendszerben, és gólerős voltál, gyors voltál, labdabiztos voltál, úgyhogy ennél több nem is kellett szerintem a válogatottsághoz. Igen, igen. Ilyen szempontból szerencsés alkat voltam, mert nem voltam hajlamos a hízásra, nem voltam sérülékeny, gyakorlatilag egy térdműtét kivételével nem kellett hónapokat kihagynom. Tehát ki tudtam tolni a pályafutásomat, ugye mi sem bizonyítja jobban, hogy 37 évesen még a Siófokban NB1-be futballoztam, és futballozhattam volna, hogyha nem úgy alakulnak a körülmények, mint ahogy alakultak. Most viszont megérkeztünk a könyvhöz, hiszen esik szó az időszak futballistáiról, akik a válogatottban, illetve a Videótonból társaid voltak, de kezedben tartasz egy papírt, ez egy levél. Igen, igen, ez a Megy piros mezben című általad már ismertetett könyv kapcsán ezúton szeretném, megmondom őszintén, meghatottság nélkül ezt a megemlékező levelet, illetve üdvözlő levelet, ha nem is felolvasni, csak megköszönni dr. Cserpalkovics András polgármester úrnak és azon önkormányzati vezetőknek, akik nem feledkeztek meg rólunk, és a te általad említett 42 Fehérváron futballozó volt játékostársamról, akik megkapták ezt a könyvet, nekünk, úgy gondolom, hogy nyilatkozhatom a többi volt játékostársam nevében is, hatalmas nagy élmény, és még egyszer nagy köszönet a város vezetőinek, hogy ezt a rendelkezésünkre bocsájtották. No, hát én köszönöm szépen, és hát zárszóként annyit szeretnék mondani, hogy én azt gondolom, hogy a fehérvári válogatott futballisták mindenki megérdemli azt, hogy figyeljünk rájuk ma is, hiszen ők példák és példaképek, hogy egy kisvárosból, piros-kék színekből is el lehet jutni a Megy piros mezig egyik oldalról, és nagyon jó, hogy sokan vagytok, és én bízom benne, hogy a közeljövőben lehetőségünk nyílik arra, hogy egy nagy ünnepség keretében köszöntsünk benneteket, akik még itt vagytok velünk, köztünk, hiszen
én azt gondolom, hogy minden város számára fontos a sport. Székesfehérvár sportváros, ezt is tudjuk, és kiemelt lehetőségnek tekintek rá, hogy most erről beszélhetünk, de hát ehhez nyilván kellett Dénes Tamás és Dusszus könyve is. Fejes Gabitól mindenkin át. Így igaz, még egyszer csak a köszönet hangján tudok beszélni, és ez is talán szerénytelenség nélkül azt bizonyítja, hogy amit mi letettünk annak idején, az nem volt talán véletlen, és egy kicsit talán maradandó is megmarad a későbbi korosztályok számára is. Legyen így, köszönöm szépen, hogy itt voltál, Acikám. Köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, hallották, vendégem pedig Tíber László volt. Annak tükrében, hogy megjelent Dénes Tamás és Dusztus Imre könyve, amely piros mezben a magyarok és a magyar labdarúgó válogatott játékosai 1902-2019-ig. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!